Most hallgassák meg Prinyi Tündét, a Városi Könyvtár és Információs Központ igazgatóját, aki könyv- és programajánlóval jelentkezik. Köszöntöm kedves olvasóinkat a Városi Könyvtárból. Ismét egy programot szeretnék ajánlani, most a szülők és a gyerekeknek a figyelmébe. Június 24-28-ig, ahogy már ezt ismeretes, a nyári napközis olvasótáborunk lesz, ez már a harmadik, illetve a 12. gyerekkönyvnapok alkalmából a nyári olvasótábort egy íróolvasó találkozóval fogjuk zárni. Ez az íróolvasó találkozó viszont nem csak az olvasótáborosoknak fog szólni, természetesen számukra is, hanem ez egy meghirdetett program lesz az itt nyaraló kisdiákokat, és az érdeklődő gyerekeket várjuk, akár a szüleikkel együtt is. A vendégünk Bosnyák Viktória lesz ezen a napon, 28-án pénteken, 13 órai kezdettel. Ő egy Budapesten élő, ifjúsági írónő, fiatal, kedves anyuka, egyikrei vannak, ikerlányai, író, műfordító, német-angol nyelvből, nagyon szereti a gyerekeket, írt egészen kis kamaszoknak, és írt nagyobbaknak való regényeket is. Az ő könyveit szeretném így a találkozó kapcsán figyelmükbe ajánlani, hiszen néhány könyvet sikerült beszerezni a könyvtár részére, aminek a feldolgozása még folyamatban van, de az olvasótábor idejétől, tehát június 24-től már itt helyben, illetve kölcsönözhető is lesz. Először a nagyobbaknak szóló könyveit szeretném ajánlani, én is először ezt a művét olvastam el. Egy érdekes a címe, Tündér Boszorkány. Ez a Tündér Boszorkány trilógiának az első kötete, és egy aranyos kisfiúról, egy könymoly kisfiúról szól, akinek egy elég nagy problémája van, úgy megy iskolába, hogy éppen otthon felejtette a könyvét, nincs olvasnivalója, és ez nagyon nagy probléma, és beszalad a könyvtárba, és a könyvtáros néninek a segítségét kéri, akit úgy hívnak, hogy Morc Aranka. Ez a könyvtáros néni ugyanis egy elvarázsolt tündérboszorkány, és az ő kettejük vidám, izgalmas történetéről szól ez a különleges történet, hogy hogyan lesz az elvarázsolt tündérboszorkányból igazi kedves könyvtáros néni, akinek igazából az volt a fő problémája, hogy keveset olvasnak a gyerekek, és így Jóhegyi Lacival összefogva, aki a Gutenberg unokája, hiszen a Jóhegy és a Gutenberg, ez a német fordításból ugye köze van egymáshoz a kettőnek, tehát egy ilyen játékos neve is van a gyereknek, és ez nem véletlen. Tehát ez az első kötete ennek a könyvnek, és a következő, ennek is egy furcsa címe van, Claude Gatya, ne fárasz, ez a címe a könyvnek. Hát először is tudod, hogy mi az a Claude Gatya? Ez egy múlt századbeli tornanadrág, és vajon ki az a Claude Gatya, akit nagybetűvel írunk? Hát ő a testnevelés tanár a Békés utcai általános iskolában, és bizony szőrös szívű, egy múlt századbeli tesi tanárról van szó, és folytatódik a történet az állandó szereplőkkel, és itt, akit érdekel a folytatása, ezt ebben tudja meg. Természetesen vannak szintén itt is varázslatok, ami a mai gyerekeknek már teljesen természetes, tehát meseregény. És a folytatása ennek a trilógiának, Analfa visszatér. Hát az Analfa, ő a Boszorkányok Könyvtár ellenes szövetségének a elnöke, a vezetője, és az írók egy kisvárosba, egy szigligeti alkotóházba találkoznak, hogy írjanak, alkossanak műveket. És a boszorkányoknak, a könyvtár ellenes szövetségének az elnöke, ez az Analfa, olyat talál ki, hogy hát hogyan kellene megakadályozni az olvasást, és azt a módszert találja ki, hogy akkor az írókat kellene visszafogni, hogy ne írjanak könyveket, és hogy milyen fondorlatos mesterkedései vannak, illetve megjelenik a Muci néni is, aki titokzatos. Ezt, ha elolvassák a 10 év fölötti kamaszok, megtudhatják, nagyon izgalmas és szórakoztató olvasmány.
Bosnyák Viktória gondolta kisebbekre is, és szintén sorozatokban gondolkozott, egy anyanyelvi meseregény sorozatot alkotott meg. A mindegyik művében a Sirálya király, az Ezt nevezem, vagy az Elek, merre keresselek. Nagyon szépek az illusztrációk is. Ezekben a nagybetűs és sok bőven illusztrált köteteiben anyanyelvi témákat dolgoz fel, de nagyon játékosan és izgalmas módon. Ez az Ezt nevezem például az állatoknak, akik a kis erdőben laknak, amely se nem szögletes, se nem kerek. Ebben az állatoknak csak keresztneve van, és aztán egy véletlen folytán egy vezetéknév valahogy oda csöppen, és ezt meg kell fejteni, a bagoly, a sirály és a többi fontos állat kitalálja, hogy hát jó lenne azért nekik is vezetéknév, hogy milyen, hogy oldják meg, hogy ugye családnevet is adjanak az erdőben lakó állatoknak, és így közben játékosan híres családneveket keresnek természetesen, és játékosan híres magyar embereknek a családneveinek a helyes írását is megtanulhatják ebből a kisdiákok. A Tanítók Szövetsége ajánlja ezeket a könyvsorozatokat. Sirály a király, hát itt ugye ki is lesz a király, ez egy versenyt hirdetnek az erdőben lakók. Először egy dőfös sirályt ismerünk meg, aki utána kiderül, hogy egy másra figyelő jó lélekről van itt szó, és a verseny kapcsán végül is ő fogja megnyerni. A verseny arról szól, hogy pontos vagy elipszilonos betűs szavakat kell gyűjteni, és aki minél több elipszilonos szavakat, például sirály, bagoly, ilyeneket talál, az lesz a nyertes, de itt még nem csak erről van szó, hanem az eszünket és a találékonyságunkat is hogyan tudjuk használni, illetve az erdő lakói. És a másik két könyv is ilyen játszva tanulás, az anyanyelvi vet is, anyanyelvvel éppen ismerkedő elsős másodikos kisdiákoknak készítette Bosnyák Viktória ezeket a műveiket, melyek most már a könyvtárban is megtalálhatóak. Illetve szintén egy bűbájos történet, ezt egy török illusztrátor készítette, és Törökországban is megjelent egyszerre. Ez egy másik meseregény sorozat, a Mantyusok. Az egyiknek Bátorság Tomi, a másiknak pedig Ki van a zsebemben. Elolvastam mind a kettőt, és én magam is élveztem. Itt a manócskák, hát ugye a gyerekek, kisgyerekek szeretik az ilyen varázslásos történeteket, hát itt manók vannak, illetve az állatok is a nagy kedvenceink. Tehát egy kisgyerek, egy kis állat, egy olyan állat, aki manó eredetileg, de kiskutya gyává változik, azért, hogy tudjon segíteni a mindig aktuálisan kiválasztott kisgyereknek. Az egyik éppen a Bátorság Tomi. Ott egy kis félős kisfiúról van szó, aki szótlan nem mer megszólalni, és így barátai sincsenek, és a manó így kutyává változik, és segít neki, egymásnak segítenek a barátságuk alatt, hogy hogyan legyenek bátrabbak. A másik történet pedig a Ki van a zsebemben, ez egy Fanni nevű kislány és a manócskának az átváltozásáról szól. Ő is először hol kisebb, hol nagyobb kutya, mert ő is éppen gyakorolja az átváltozást manó létére, még iskolába jár, másodikos osztályba jár, a manóképzőbe, és ez a Fanni nevű kislány, ott egyedülül nem foglalkoznak vele, tehát kiközösítik a gyerekek, és egy idő után viszont nagyon barátságosak lesznek vele, de ezt köszönhetjük ennek a kutyuskának, aki ugye manó volt. Szeretettel javaslom ezeket a könyveket elolvasásra, és még egyszer mondanám az író-olvasó találkozónk időpontját, amely a nyári napközis olvasótábornak a záró rendezvénye lesz, és amelyre nem csak a teltházas, tehát 24 fő gyereket tudunk itt fogadni, mert nagy volt az érdeklődés, és ennek örülünk, hanem az itt nyaraló kisdiákok és a vakációjukat töltő gyerekeket is, és a tanítókat is várjuk szeretettel.